Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok, és jön egy kis Warframe gyors tép, beszélgessünk a Voltronokról egy idő után, hogyha már Warframe-ezem, akkor eljutsz arra a pontra, ahol többször fogod hallani ezt a kifejezésről. Mik azok a Voltronok? A Voltok maguk az orokin derelikben találhatóak meg, tulajdonképpen egy ilyen páncélzár, és ezek a páncélzárak mögött van egy értékes mod. A Voltokból lehet kiszedni az olyan modokat, mint a Heavy Caliber, Transistant Fortitude, Over Extended, Narrow Minded, és a többi, rengeteg mód van, amit ott ki lehet szedni, úgyhogy párszor el kell menni ahhoz, hogy kiszedje minden modot, de ott tud kiszedni ezeket a fejlettebb modokat, amivel kicsit megdobhatod a Warframe-ednek a modolását. Na most, hogy jutunk el a Voltokhoz? Hogy jutunk el odáig, hogy csináljuk egy ilyen Voltronot? Elmegyünk a Markethez, elmegyünk a Keys and Drones Equipment, a Keys and Drones című fülhöz, és ott kiváltjuk az összes fajta orokin derelikt térképkulcsot, továbbá az összes Dragon Key-t, vagy sárkánykulcsokat, mint ott a Bleeding, Hobble, Decaying, stb. Kulcsokat kiváltjuk, legyártjuk őket a Foundry-ban, beállunk az arzenálba, berakjuk magunknak az egyiket, elhívunk három másik játékos, aki három különböző másik kulcssal fog rendelkezni, és elmegyünk, javaslott elmenni egy orokin derelikt assassinate-re, amit szintén le kell gyártani, egy orokin derelikt capture-re vagy exterminate-re, amit szintén legyártottál ugye a Foundry-ban, és végigmenni ezeken a küldetéseket, és megkeresni a Voltot is, ami úgy néz ki, amit itt a videóban is láthattok, megkeresni a Voltot, szépen kinyitni az adott kulccsal, amire szükség van, és akkor onnan kezdve szépen kisétálni. A kulcsokról csak annyit, hogy mindig kulcsnak lesz valami különleges képessége, valamit csinál a Warframe-edre. Warframe-ed egyik elveszi az életed, másik a sebességed, másik elveszi a sebzésed, a harmadik lelassít, szóval ilyen különféle kis apró dolgok fognak történni, hogyha nálatok vannak a kulcsok, de nem vészesen nehezek a küldetések, viszont cserében nagyon jó kis modokat szedhetsz ki. Ez lett volna a Voltron, köszönöm a figyelmet, sziasztok!